Tavaly ősszel adták át az új piacot Nyírkarászon. A beruházással az volt a célja a helyi önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosítson az őstermelőknek terményeik értékesítésére. Ezt is a vidékfejlesztési program segítségével valósították meg. A 2021-22-es átmeneti időszakban is több dologra lehetett pályázni. Otthon a piac infrastruktúrájának fejlesztését, máshol külterületi utak korszerűsítését, új úthálózatok létesítését vagy földutak leaszfaltozását támogatták. Az eddig beérkezett mintegy 850 támogatási kérelem nagy részében már értesítették is a nyerteseket a döntésről. A megye déli 6-os számú választókerületében 7 település már megkapta a támogató jogiratot, nagyjából 1,5 milliárd forint értékben fejleszthetnek, hangzott el egy múlt heti nyírbogáti tájékoztatón. Mint a vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, az eddigi támogatási struktúrát, a felhasználás lehetőségét és a hozzáférés módját a 2027-ig tartó új Európai Uniós ciklusban is megőriznék. A 21-27-es költségvetési ciklusra mintegy 4265 milliárd forint az a támogatási összeg, mely rendelkezésre fog állni. Ehhez biztosít Magyarország kormánya 80%-os hozzájárulás társfinanszírozás biztosításával. Átmeneti időszakot élünk 21-22-ben, ennek keretében terhére történtek ezek a pályázati felhívások. 23-tól indul az új közös agrárpolitikának a támogatási időszaka, benyújtásra került az Európai Uniónak. Ennek tart most éppen a megvitatása. Bízunk benne, hogy minél hamarabb eldől, hogy annak terhére kerüljenek majd új támogatási lehetőségek és új pályázati felhívások kerüljenek majd közzététerre. Megyénk több területen is érdekelt volt a támogatások igénylése során, fejtette ki a politikus. Én azt gondolom, hogy minden ágazat megjelenítődött Szabolcs megyéből is a vidékfejlesztési programban, meghirdetett számos pályázati felhívásban, de talán külön kiemelendő a kertészet ágazat. A kertészeten belül is a gyümölcsültetvények telepítése, a meglévő ültetvények megújítása, az üvegházak, hűtőházak megújítása és azoknak a bővítése és létesítése. A vidékfejlesztés zászlós hajójának az élelmiszeripart nevezte meg az államtitkár, amelyet két összesen 250 milliárd forint értékű pályázat szolgál. Az egyik üzemek létesítését, a másik az eszközbeszerzést és a megújuló energia alkalmazását segíti a már meglévőkben.